Azon dolgok listája, hogy mi mindenről kell lemondanunk nekünk egyszerű polgároknak egy-egy diktatúraváltás alkalmával, szinte végtelen. Ki a vagyonát, ki a megélhetését, ki korábban megszerzett jogait veszíti el, míg mások nem csak otthonukat, de addigi hazájukat is elhagyni kényszerülnek. Ma néhány olyan települést, illetve egykori települést fogunk felkeresni itt a mai osztrák-magyar határ mentén, amelyet az előző rendszer pusztított el. Tartsatok velem, érdekes lesz. A helyszín egész pontosan az Őrség északi perem területe, Felső Őrség. Tőlünk északra már Őrvidék, illetve Burgenland területe található. Első úti célunk pedig Nemes Medves, melyet a kommunista folklór szerint 1945. április 4-én utolsóként szabadított fel a Vörös Hadsereg a nyilas hatalom alól. Persze csak annyira volt ez az utolsó település, és annyira volt ez az egész felszabadulás, mint amennyire a szocializmus alapelveiből bármi is megvalósult valaha a valóságban. Ugyanis még egy héttel később is dúltak a harcok itt a nyugati határ mentén, és egész pontosan április 13-án Pinkamincentnél hagyták el az utolsó nyilas, illetve német csapatok Magyarország területét. Ez az április 4-e Sztálin által nyilván hasraütésszerűen előre meghatározott dátum volt. Eddig a napig kellett volna kiűzni az országból a német csapatokat, de fokozott ellenállásuknak köszönhetően ez csak bő egy héttel később sikerült. Persze ez az elvtársakat a későbbiekben nem zavarta, és 1945. április 4-e úgy került be a történelembe, illetve a naptárunkba, mint hát állítólagos felszabadulásunk napja. Ennek a felszabadulásnak a szelét a saját bőrén érezhette az addig főleg németek által lakott Nemesmedves település is, de nem sokáig, ugyanis a következő években az itt élők mintegy háromnegyedét kitelepítették, mindössze 10 család maradhatott, ugyanis a terület határsáv lett. És hogyha ma körülnézünk, a mai Nemes Medves is mindössze néhány házból áll. A településnek nincs saját temploma, mindössze ez a kis kápolna, amelyet tudtommal egy 1946-ban kitelepített német lakos építetett saját költségén 1997-ben. A település központjában álló T-34-es pedig a mai napig emléket állít annak, hogyan is kerül egyik diktatúrából a másikba a magyar. Mai utazásunk legnyugatibb pontján, a Rönök település közelében található Szent Imre templomnál járunk. Ezen a helyen már az Árpád korban állt egy templom, amely egészen 1898-ig bírta, akkor azonban állapota annyira leromlott, hogy le kellett bontani. Az új templomot 1904-ben szentelték fel, és hogyha jobban megnézzük, akkor a trianoni határ bizony itt halad el a közvetlen közelében. Ennek 1951-től komoly jelentősége volt, ugyanis nem elég, hogy a környékbeli lakosok 90%-át kitelepítették, házaikat lerombolták. Még a templomot sem lehetett meglátogatni évekig, sőt nemhogy évekig, évtizedekig. Egyedül a határőrök járhattak erre, akik a templom tornyát magaslesként használták. Ennek következtében a Szent Imre templom a 80-as évekre szinte teljesen lepusztult. Persze az elvtársakat ez nem meglepő módon egyáltalán nem érdekelte. A határ túloldalán élő osztrákok viszont nem bírták tovább nézni, hogy a korábbi évtizedekben általuk is gyakran látogatott és kedvelt templom végnapjait éli, úgyhogy elkezdtek mozgolódni. A felújítás végül 90. szeptemberében kezdődhetett meg, osztrák-magyar koprodukcióban.
templomtornya 35 méter magas, és a csúcsán látható keresztet maga II. János Pál pápa áldotta meg, szombatai látogatása alkalmával. A templom alatti domboldalon közvetlenül a határsáv mellett megtalálhatjuk az egykori település temetőjét is, jobban mondva néhány megkopott sírkövet, melyeken főleg német neveket olvashatunk. Soron következő úti célunk a teljesen elpusztított és ma már egyáltalán nem létező Magyar Büks település. Magyar Büksön a szomszédos Német Bükshöz, illetve a többi környékbeli településhez hasonlóan szintén főleg németek éltek. A németek egészen az Árpád kortól kezdődően települtek, illetve települhettek be ide a nyugati határra. Számuk itt az őrségben, jobban mondva az arányuk, 19. századról már elérte a 65%-ot. Sőt, hogyha még északabbra tekintünk, Őrvidékre, ott még horvát népességet is találunk, ők viszont a törökök elől menekültek erre a területre. Magyar Büks és a már emlegetett Német Büks nagyon sokáig hát amolyan szimbiózisban élt egymással, még Trianon után is, ugyanis a határt éppen a két falu közé rajzolták, de a két település közös malma az a magyar részre került, a Strém patak jobboldali partjára, és ezt a malmot egészen a kommunista hatalom átvételig a német büksiek is használhatták. Tehát nyugodtan átjárattak a határon. Most megkeressük a malmot, legalábbis ami maradt belőle, én már látom is. Íme az egykori magyar büksi malom. Tehát nem meglepő módon a végső pusztulás a kommunizmussal együtt érte el a települést. Német lakosai állítólag 1946-ban egy éjszaka leforgása alatt hagyták el házaikat, és menekültek át a szomszédos Ausztriába. Hátrahagyott házaikat persze a kommunisták teljes egészében kifosztották és lerombolták. Az egykori település, illetve a lakóházak ezen a körbekerített területen helyezkedtek el. Most már csak egy-egy kis tábla jelzi, hogy pontosan hol álltak ezek az épületek. A módszerváltás után, mikor végre szabadon át lehetett jönni a határon, sok egykori magyar büksi lakos első útja ide vezetett. Hát mondanom sem kell, nem nagyon hittek a szemüknek. Első kézből tapasztalták meg, milyen is lehetett az élet a kommunista Magyarországon. Valószínűsítem, hogy mikor itt körbenéztek az egykori otthonuk, településük hűlt helyén, valószínűleg eszükbe jutott, hogy talán jobb is, hogy elhagyták ezt a süllyedő hajót. Akárcsak a felső rönöki Szent Imre templomnak, Magyar Büksi temetőnek is jobb gazdája volt Ausztria, hiába hogy a határ túloldalán helyezkedik el. Ugyanis osztrák pénzből sikerült úgy, ahogy felújítani, kitisztítani és rendbe hozni az egykori Magyar Büksi temetőt is. Hamarosan következik a mai utolsó úti célunk. Előtte azonban elmondom, hogy aki esetleg kíváncsi lenne a környék néhány fokkal igényesebb bemutatására, mint amire jó magam képes vagyok, az nézze meg a Hazajáró Hűséges falvak a vasfüggöny mentén című filmjét. Remekül bemutatják benne a környéket, sőt még a helyieket is megkérdezik, csak hogy még autentikusabb információ forrásokból ismerhessük meg környék történelmét.
Abban az epizódban azt hiszem, a Pinkas úrdoktól indulnak. Néhány filmmel ezelőtt én is jártam ott, akinek van kedve, nézze meg azt is. És szépen a határ mentén lecsorograk az én mai útvonalamon, illetve az én mai útvonalamat is érintve. És végül még Ausztriában is átlátogatnak. Na mindegy, nem mesélem el. Nézze meg mindenki. Mai utolsó és egyben legkeletibb állomásunk a Kemestarótfa település közelében található Mirót forrás. Újra a trianoni határon és újra a Strém patak partján, akárcsak magyar büksnél, bár itt már jóval bővízűbb a patak. Itt már olyan igazi határpatak benyomását kelti. A Mirót forrás egy régi búcsújáró hely, mondanom sem kell, hogy a határ közelsége miatt a szocializmusban ugyancsak nem lehetett megközelíteni, szinte teljesen el is pusztult. A módszerváltás után sikerült úgy, ahogy rendbe rakni. Sőt, nem úgy, ahogy. Most egész jól néz ki. Talán kivehető a felirat. Korábban említettem, hogy Őrvidéken horvát népesség is található, és történetesen Csinkovics Imre is a környékről származik, és rendelkezik horvát felmenőkkel. Kevesen tudják, hogy amellett, hogy kiváló színész volt, nagyon szerette a természetet is járni. Akárcsak öccse Sinkó László, akit mi túrázók leginkább a Másfél millió lépés Magyarországon című hát legendás filmsorozat kapcsán ismeretünk, hiszen ő narrálta, illetve amikor tehette, csapattal is tartott. Ez pedig itt maga a Mirót forrás. Hamarosan végére érünk mai utunknak. Hát a végkövetkeztetésképpen csak a saját véleményemet tudom tolmácsolni, ami elnézés, de nem lesz túl PC, de hát engem még nem fizet senki, úgyhogy nyugodtan elmondhatom a véleményem. Ami nem más, mint az, hogy a vasfüggöny igazából egyetlen egy dologra volt jó. Arra, hogy a kommunizmus megóvja saját magától Európa szerencsésebbik felét, semmi másra. Arra, hogy a szocialista szellem mélységesen aljas és bűzös tengerének hullámaitól ne legyen eláztatva a félvilág. Csak néhány szerencsétlenebb nemzet, de mi meg így jártunk. Tudom, hogy nem túl szép szavak ezek, de hát a mai film kapcsán nekem semmi más nem tud eszembe jutni. Ennyi fért a mai epizódba. Tartsatok velem legközelebb is. Ne felejtsetek el feliratkozni, kövessetek Facebookon. Az erdő legyen veletek. Sziasztok!